Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit. Ebben a közel fél órában, ami előttünk áll, valamelyest megpróbálunk bepillantani a színfalak mögé majd, amennyire ezt mai vendégünk Farkas Mátyás engedi. Szia Matyi, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, hogy beszélgetsz velünk. A CSEM sportügynökség ügyvezetője vagy, és szándékosan nem használnám a menedzser kifejezést, és akkor majd erről beszélgetünk, hogy miért nem. Kezdjük azzal ezt a beszélgetést, hogy én elolvastam a honlapotokon a bemutatkozó szövegeteket, és abban szerepel egy olyan mondat, hogy tulajdonképpen azt vállaljátok, hogy kézen fogjátok a játékosokat, a sportolókat, akik veletek szerződnek, ha már ezt a pályán nem tehetitek meg, akkor megteszitek a pályán kívül is. Hogy mondd el, légy szíves, hogy Magyarországon, mondjuk maradjunk a kézilabdázóknál, a sportolók vagy a játékosok hány százaléka igényli azt, hogy megfogják? Aki nem, most nem csak így általában, valaki megfogja a kezüket, és hányan önjáróak? Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Rengetegen, tehát a döntő többség, azt gondolom, már a korosztály is egyre fiatalabb, 16 év fölött, kicsit kisarkítva, talán csúnyán megfogalmazva, aki egy egyeneset tud dobni a labdával, az úgy érző szüksége van menedzserre. Ezt nem rosszallóan mondom, én is azt gondolom, hogy van létjogosultsága a működésünknek. A kiemelt státuszú profi karrierrel rendelkező játékosok azért igénylik a háttértámogatást, mert azt gondolják, hogy ezáltal többé válnak, kell nekik a segítség, kell nekik az a támogatás, amit tudunk nekik nyújtani pályán kívül. A fiatal játékosok, akik pedig karrierjük elején vannak, ők pedig azért igénylik ezt a fajta menedzser támogatást, mert rengeteg olyan meglepetés bomba érheti őket, amit mi hivatottak vagyunk megszűrni tapasztalatunk alapján. De ez a mostani, bocsánat, ez a mostani helyzet, ugye? Ha akkor jól értem, hogy mondjuk 90%? Mondjuk. Azt gondolom, hogy simán van 90%, sőt, hát másodosztályú játékos. 20 éve mennyi volt? 20 éve mennyi volt? Tehát, hogy 20 éve? Hát 20 most. Éve nem vagyok benne, csak 14-15 10. éve. De amikor mi kezdtük, akkor azt mondom, hogy szinte egy-egy kivétellel egyeduralkodóak voltunk a piacon, nem volt ez ennyire népszerű szakma, nem csak hazai, hanem nemzeti viszonylatban sem, úgyhogy ha százalékot mondanék, akkor azt gondolnám, hogy ha most 90, akkor 9 se. Attila, neked volt valaha menedzsered? Én könnyebben tudok beszélni arra, hogy ott 20 meg 30 ja. éve. Sőt, még 40 éve is. Hát tulajdonképpen, ahogy a Matyi is mondta, az a rendszer, hogy a játékosokat képviselik a klubokkal való tárgyalásokban, ez egy ilyen 15-20 évre visszamenőleg kezdődött valójában el Magyarországon. Korábban ugye egyértelműen az volt jellemző, hogyha egy magyar játékos külföldre akart szerződni, akkor volt általában ügynöke, és ebből kifolyólag ugye külföldi ügynökök voltak, főleg németek, spanyolok, egy-két francia, aki uralta a piacot, illetve hát a jugoszláv, volt Jugoszláviából származó ilyen jugo connection keresztül lehetett külföldre menni. Azt nem mondanám ilyen menedzser tevékenységnek, inkább az ilyen baráti, ilyen-olyan üzleti alapon történő segítség volt. De az valóban, hogy azon, hogy a magyar játékos Magyarországon is az elhelyezkedésükhöz menedzsert szerződtessenek, ezért ez egy viszonylag új jelenség. És azt hiszem, hogy ez egy egyértelműen annak köszönhető, hogy az a fajta szerződésrendszer, ami a játékost a klubbal összeköti, azért az bonyolultabbá vált egy kicsit, mint annak idején volt. Régen ugye volt egy összeg, kapta egy lakást, aztán egymás kezébe csaptunk, aztán ment az élet, ahogy kellett. Mára azért ez ennél komplikáltabb,
és azt hiszem, hogy az a szakadék is egy picit megnőtt, ami a játékosok és a klubvezetés, vagy a klubvezetők között van, hogy hát ezeket a tárgyalásokat nem feltétlenül egyforma alapról vinnék. Tehát a játékosok nem nagyon foglalkoznak ilyen dolgokkal, és így, hogyha nem lenne menedzser, akkor azért a klubok előnyben lennének olyan értelemben, hogy ott azért furfangosabb emberek irányítják a klubokat. Pont ezt akartam mondani, vagy erre kérdeznék rá, bár a kérdésben nyilván lesz némi vélemény is, hogy és ezért nem mondtam az elején, nem használtam direkt a menedzser kifejezést, mert gyakorlatilag nálunk ez szitok szó lett, legyünk őszinték, vagy legalábbis van egy elég erős pejoratív felhangja a menedzseri munkának, és őszintén, szóval biztos, hogy vannak vadhajtások természetesen, de én ezt akkor sem értem, meg ezt az egész berzenkedést sem értem, hiszen szerintem egy sportolónak az a feladata, hogy jól sportoljon, hogy szép gólokat lőjön, meg jól edzen, neki nem kell tudnia jól tárgyalni, meg tényleg 87 oldalas szerződéseket elemezni. Tehát nem is értem, hogy egy klubvezető, azon túl, hogy neki persze sokkal előnyösebb, hogy egy sportolóval tárgyal, miért gondolja, hogy ez egy fölösleges dolog, amit nyugodtan ki lehetne hagyni? Hát nem elvárható szerintem senkitől az, nincs jogi végzettségük ezeknek a sportolóknak, hogy ezt tudják. Hogy akkor mégis miből fakad ez a... Tehát hogy lehet ezt megkérdőjelezni tulajdonképpen, én ezt nem igazán értem, ennek a létjogosultságát. Talán azért van ez a berzenkedés, vagy mondjuk csúnyább szóval boszorkányüldözés, amiért ti is nagyon leszűkítitek a mi munkánkat a szerződéses tárgyalásokra, a feltétel rendszer letárgyalására. Nem csak ebből áll a mi munkánk. Mondjuk más ügynökségek működéséről nem tudok beszélni, tény és való, hogy nagyon felhigult a mezőny, rengeteg a szerencselovag, akik bejöttek, mert azt látják, hogy ebből fantasztikusan valószínű, fantasztikusan meg lehet élni, mert rengeteg pénz van a sportban. Hát ez ennél sokkal bonyolultabb és nehezebb szakma, és sokkal szélesebb spektrumon működünk mi, például a Csempsport ügynökség. Nem csak abból áll ez a tevékenység, hogy bemegyünk, és egy olyan szóval élve, amivel a klubok szeretnek élni, hogy felverjük a játékosok árát. Nem erről van szó. Ez egy tudatos karriertervezés, ami annál jobb, minél korábbi szakaszban kezdődik, mert azért valljuk be őszintén, amit ti is megpendítettetek, a klubok, nagy általánosságban mondva persze, a klubok és a sportolók általában nem ugyanazon az oldalon állnak. Nem ugyanazt az érdeket képviselik. Maximum abban a 60 percben, amíg a mérkőzés megy, akkor mindenki ott együtt van, és ugyanaz az érdek. Egyébként más érdekek vezérlik a klubokat, mint a sportolókat. És azt gondolom, hogy mi arra vagyunk hivatottak, hogy egy általános érdekvédelmi képviseletet adjunk a játékosnak. Egy tudatos karriertervezést, amiben beletartozik minden. Akár az, hogy olyan szakemberekkel vesszük körbe magunkat, amivel tudunk segíteni a játékosnak, hogy még készebbé váljon a profi karrierre. Legyen ez egy egyéni erőléti edző, egy dietetikus, egy mentáltréner, egy nyelvtanár, hogyha külföldre akar kimenni. És hát nem utolsó sorban egyébként olyan tanácsadói szerepkörben vagyunk, ami által meg tudjuk osztani a tapasztalatunkat az adott játékossal. Oké, Matyi, rendben, ez egy nagyon full szolgáltatás, de én azt gondolom, hogy ha semmi más dolgotok nem lenne, csak az, hogy a szerződésnél ott lenni, akkor is lenne létjogosultsága, mert még egyszer mondom, szerintem nem elvárható egy sportolótól az, hogy jogi szövegeket megértsen. Ez így van. Ettől függetlenül egy játékos vihetne magával egy ügyvédet is, aki átnézi a szerződését, csak azért ezek a szerződések, legyen az munkaszerződés, megbízási szerződés, bármilyen sportszerződés, ezek nagyon sportspecifikus szerződések, amihez egy ügyvéd nem biztos, hogy ért. Tehát egy általános orvos sem biztos, hogy ért a nőgyógyászathoz és az urológiához. Tehát nekünk van egy olyan speciális rálátásunk erre a területre, ami alapján meg tudjuk szűrni a szerződésben nem kívánatos, vagy pedig nagyon egyoldalú
dolgokat. Tehát köszönöm, hogy egyetértesz, szerintünk is van létjogosultsága a menedzseri háttérnek. Persze ezt próbáljuk úgy tenni, hogy nem kiborítani a bilit, tehát hogy egy ilyen win-win helyzet legyen a végén, de hát tudnunk kell mindig, hogy melyik oldalon állunk, ez tényes való. Ki a megbízó éppen. Igen, ezt jó, hogy mondtad, mert ugye szerintem egy csomó konfliktus azért abból a helyzetből adódik, hogy ez a háromszög, ami a játékos, az ügynöke és a klub között kialakul, ez sokszor eléggé, hogy is mondjam, csak a háromszögnek az oldalai nem egészen tiszták. Tehát ugye alapállásból azt gondoljuk, hogy van a játékos, annak van egy ügynöke, és akkor megtárgyalják a klubbal, hogy akkor hogy lesz, mint lesz a szerződése. Valójában azért úgy zajlik a dolog, hogy a klubok is alkalmaznak ügynököket, akiket megbíznak avval, hogy keressenek nekik mondjuk egy balátlövőt a következő szezonra. És innentől kezdve ugye már egy picit komplikáltabbá válik a helyzet, mert valójában is akkor kit is képvisel az ügynök, amikor keres egy klubnak játékost és valakit odahoz, akkor azért a klubot, a klub érdekeit nézi alapvetően, de ugyanakkor, ha az ő játékosa mondjuk, tehát azzal van megbízva a játékos által, hogy a legjobb feltételeket harcolja ki neki a szerződésekor, ekkor jönnek azért a konfliktusok, és azt hiszem, hogy a menedzserre körüli hát rossz érzéseknek, meg legendáknak, hogy ki milyen menedzser mit csinált. Egy picit az is az alapja, hogy véleményem szerint nem jól van, vagy nincs tisztán egyelőre ez kialakítva, ez a működési rendszer. És abba, ahogy mondtad, ha belejönnek főleg olyan új szereplők, akik meg aztán egyáltalán nem tartanak be semmilyen etikai szabályt sem, akkor óriási károkat okozhatnak, és azt a munkát, amire egyébként tényleg aki benne van a közegben, azt tudja, hogy nyilvánvalóan szükség van, azt rossz fénybe tüntetik föl. És hát tegyük hozzá, hogy tényleg azért vannak olyan vadhajtásai a menedzser tevékenységnek, ami nem kívánatos. Egyrészt a játékosok árának a felhajtása tekintetében, ami végül is természetes folyamat, mert ez a feladatuk, de ugyanakkor gazdaságilag egy csomószor elszakad a valóságtól a játékosok az igénye, illetve a bizonyos klubok a saját takarójukat már régen kinőve ígérgetnek mindenfélét, és ebben a piacot torzítják. Most egyébként nem csak Magyarországról beszélek, hanem okay. Általában. Reagálni a Matyira, annyi sok mindent mondtál, hogy szerintem hagyjuk szóhoz jutni. De abszolút, ezért mondom, Attila nagyon jól ismeri ezt a területet, tehát mindenben igaza van. Annyi különbséggel, és azt a megjegyzést azért megtenném, hogy mi döntéseket nem hozunk. Tehát semmilyen döntést nem hozunk. Vagy a klub hozza meg a döntést, hogyha nekünk ad egy megbízást, és azt mondja, hogy adott pozícióra szeretne ilyen és ilyen típusú sportolót, játékost, akkor nekünk az a feladatunk, hogy felkutassuk a piacot, hogy a megbízás az érkezett a klubtól, akár a saját istálónkból, akár más ügynökségek játékosait beajánlva fel. Leterítsük az asztalra, hogy mik a lehetőség. És ezt ők hozzá. Igen, de az valóban egy érdekes helyzet, amit Attila például, hogyha a saját istálóval, most maradjunk ennél a kifejezésnél, ajánlasz valakit, hogy akkor kit képviselsz? A klub megbízott, vele is kapcsolatban állsz a játékossal is, meg bocsánat, honnan jön a jutalék, tehát azért itt érdekes kérdések is felmerülnek. Ilyen esetben. Hát abszolút, itt vannak ilyen konfliktusok, meg érdekes helyzetek. Ezért mondtuk, hogy egy win-win helyzetet igyekszünk mindig létrehozni. Egy mediátori szerepkörben vagyunk legtöbbször, amikor a keresetet összehozzuk az igényekkel. Ha a saját istálomból választanak ki játékost, akkor ez egy érdekes helyzet olyan tekintetben, hogy mi a saját játékosainkért vagyunk felelősek. Tehát mi onnantól kezdve a saját játékosaink érdekeit képviseljük.
De megint ki akarjuk hegyezni nagyon ezt a beszélgetést az ár felverésére, nem erről van szó. Egy klub mindig... Én nem is említettem az árat. Okay. Én egy szóval. Azt én mondtam. Igen. Tehát egy klub mindig annyit kínál a játékosnak, amennyit ér a játékos, vagy amennyire szüksége van rá. Tehát, egy piaci viszonyokat nagyon jól ismerő klubvezető, az nagyon jól tudja, hogy mennyit lehet ígérni egy játékosnak, mi az, ami az ő piaci értéke. Ha valaki nem ismeri a piacot, akkor hajlamos olyan árakat beígérni, amit a játékos bolond lenne nem elfogadni, hiszen papírra lett vetve, és ezt neki kínálják. Csak azért, mert mondjuk az adott klub nagyon szeretné leigazolni a játékost, és nem ismeri a piaci viszonyokat. Tehát ez tévhit, hogy mindig a menedzser megy oda, és hiéna módjára felveri az árát. Tény és való, hogyha valaki 100 egységet ajánl 80 egység helyett, és mondjuk mi a megbízást a játékostól kapjuk, hiszen őt képviseljük, akkor nem fogjuk azt mondani, hogy haló, hát ez most szerintünk butaság. Ráadásul bele se látunk a klubnak a büdzséjébe sok esetben. Tehát nem tudjuk, hogy az, amit ő igényel, vagy ígér, az felelőtlen ígéret, vagy van mögötte egy tudatosan felépített Excel tábla. Nem tudjuk. Világos. Igen, hát ezzel abszolút egyetértek, tehát még hogyha ezt sokszor az ügynököknek a szemére állják, hogy drágán kínálják a játékosokat, ez alapvetően a feladatuk, tehát az, hogyha mondjuk a piaci árak fölött vannak a játékosok, vagy a gazdasági lehetőség fölött, az nem a menedzsernek a bűne, hanem azoknak a klubvezetőknek, akik ezt a zárfelhajtást támogatják, illetve azoknak a kluboknak, mert azért, hogyha nemzetközire tekintünk ki, akkor azért tudjuk jól, hogy van néhány klub Európában, főleg keleten, akik néha irreális közgazdasági szabályokat követve csinálnak csapatot és szerveznek játékosokat. Arról nem beszélve, ugye, hogy földrajzilag sem mindegy, hogy hol van egy csapat, hogy mennyit kell fizetni egy jó játékosnak, hogy elmenjen oda, és nem akarom a Skopjét külön kiemelni, mert most már egyre kevésbé igaz, de a korábbi években ugye mind a női, mind a férfi fronton ők azért például hát megbolygatták ezt a rendszert. De hozzáteszem, hogy a klubok, tehát itt van egy olyan helyzet, hogy egy játékos valahol játszik. Tehát, hogyha egy másik klubhoz elmegy, akkor egy klubot el fog hagyni, azok nyilván nem lesznek boldogok. A másikhoz, akihez elmegy, azok meg boldogok lesznek, de annak meg lesz egy másik játékos, aki elmegy. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan körforgás van, ahol valaki mindig boldogtalan, sőt, vannak azok a játékosok, akik nem kapnak olyan szerződést, mint szeretnének, azért aláírnak olcsóbban valahova, akkor ők is boldogtalan. Tehát mindig van a rendszerben boldog, meg boldogtalan, és ezt a konfliktust kell a játékos ügynököknek kezelnie. Igen, hát mi mindig megkapjuk azt, hogy a Champsport játékosai nagyon drágák, stb. Azért azt érdemes tudni, hogy azért mi főleg a női kézilabdában, de folyamatosan, itt vagytok, mert nagyon megmerevedett a kérdés. Igen. Ja, igen. Okay. De a férfi kézilabdában is, de leginkább a nőiben azért a világ elitjét képviseljük. Tehát az elmúlt 10 év világ legjobbjának választott női kézilabdázója közül 8 esetben az általunk képviselt játékost választották a legjobbnak. Tehát lévén a legmagasabb szintű játékosokat képviselik, nekik olyan áruk van, olyan értékük van, ami egy magas érték, amit meg kell fizetnie az adott klubnak, mert ha nem, akkor egy másik klub azt biztos, hogy megfizeti. Tehát tulajdonképpen nem mi versenyeztetjük a játékost, hanem a klubok versenyeznek az adott top játékosért. És egyébként itt van most például, amit te is mondtál, a Skopje Vardar, az egy múlt, már azóta lecsengő klub, de most itt van a Kastamonu. Tehát én azt gondolom, hogy a Radicevic sem azért ment Törökországba játszani, mert élvezni akarta a török rivierát, mert akkor délre ment volna a Belek környékére, pénzért ment oda. Az a klub, amelyik nem vívta még ki sportszakmai szempontból a
kellő megítélést a piacon, ők megvásárolják a játékosokat olyan áron, amivel utána, amikor már elérték azt a fajta megítélést sportszakmai alapon, hogy oda akarnak menni a játékosok trófeákat gyűjteni, addig magas árat adnak, utána vissza tudják venni ezt a fajta anyag. Ilyen volt egyébként a Győri Audi Eto. A Győri Audi Eto nem a legjobban fizető klubok egyike már a piacon. Mert oda azért megy a játékos, mert győzni akar. A végső sikert akarja begyűjteni. Ki kell harcolni ezt a fajta nívót, és akkor utána már nem kell drágán megvásárolni a játékost. Mondd. Kérdezhetek valamit, mert hogy ne érezd azért olyan jól magadat, hogy nem vártam. Beszélünk olyan, mert ugye itt visszautalnék arra, hogy a szabályzás, a tevékenység szabályzása nincs igazán jól egyenlőre rendezve. Hogy neked mi a véleményed arról, hogy hogyan lehetne azokat a szituációkat kikerülni, amikor ugye szerződés alatt levő játékosok elcsábítása a sztori. Ugye ezt sokszor halljuk a különböző, nem csak Magyarországon, külföldön is, hogy szerződés alatt van egy játékos, és közben megkeresik a másik klubtól már, hogy akár most, akár jövőre, vagy jövő után, amikor már lejár a szerződésed, akkor gyere el hozzánk. És ugye ez szokta azért kiverni a biztosítékot annál a klubnál, ahol le van szerződtetve a játékos, hogy neked mi a tapasztalatod, a szerződések mennyire rendezik ezt egyértelműen, hogy ki mikor tárgyalhat egyáltalán, vagy hogy vannak ezek a dolgok jogilag rendezve, hogy a megkeresések jogszerűek, nem jogszerűek, erkölcsileg nem azok, de jogszerűek egyébként. De hogy látod ezt a területet? Aha. Itt most a sportoló klubváltása arra az időszakra vonatkozik, amikor már lejár a szerződése, csak éppen jóval hamarabb megkeresik, vagy pedig egy élő szerződésből akarják elcsábítani és kizvenni? Hogy ne legyünk kézzel a konkrétak, ami most folyik például a Real Madrid, Mbappé, PSG háromszögbe, avval együtt, hogy ott nyilván szabályozottabbak a dolgok. De ugye az egyik oldal azt mondják, hogy milyen dolog az, hogy most itt minket ki akarják vásárolni a játékost, a másik azt mondja, hogy joga van hozzá, szóval. És kézilabdában azért nincsenek olyan szerződések, ahol szó szerint ez le van írva, hogy egy nappal és egy évvel a szerződésed lejárt előtt meg lehet keresni, hanem nem tudom, ez pontosan hogy működik. Bele vannak írva nagy döntő többségében a szerződések, játékosok, sportolók szerződéseibe, hogy csak akkor kezdhetnek tárgyalásokat következő klubjak, más klubokkal, ha 6 hónapnál kevesebb van hátra a szerződésükből. De ez a fajta kötöttség a játékos és klubjára vonatkozik. Tény és való, hogy nincs az szabályozva, és nincs az tiltva, hogy a játékos menedzsere, promótere folyamatosan kihelyezze őt a kirakatba, és promótálja, és megpróbálja megtalálni a soron következő klubját. Nincs ez úgy szabályozva, mint a futballban, hogy lennének konkrét, exakt átigazolási időszakok. Itt a mi tevékenységünket egy egyetemi példával élve felkészülési időszakra és vizsgai időszakra bontanám. Van egy felkészülési időszak, ami tart mondjuk szeptembertől decemberig, aztán a vizsgai időszak az januártól tart egészen májusig, amikor a soron következő szerződések tárgyalási időszaka van. Kicsit probléma is ez egyébként, hogy túl hamar eldőlnek azok a soron következő szerződések, hogy az adott játékos melyik klubnál folytatja majd a pályafutását. Tehát nem az van, mint a fociban, hogy van egy nyári játékozási időszak, és hogyha befejeződött az adott szezon, akkor aláírja a szerződését, és akkor vált. Egy játékos sok esetben január első napjaiban aláírja a szerződéseit a soron következő szezonra, aztán utána viseli a kockázatát annak, hogy nehogy Isten megsérül, vagy nem sérül meg, mert ha megsérül, akkor mi fog történni a
egy amúgy kedvező feltételekkel aláírt soron következő szerződésével. A kérdésedre visszatérve, mert kicsit elkalandoztam, nehéz, ezt valóban nincs szabályozva. Amennyiben ez a fajta megkeresése a játékosnak nem erődemonstráció jelleggel történik, hanem piaci alapokon, tehát azt mondja egy érdeklődő klub, hogy nálam sérülés történt, olyan olyan célokért küzdök, ami nem csak az én célom, hanem egy mások célja is, ezért szeretném, ha segítenél minket játékossal, és ezért hajlandó vagyok fizetni, úgyhogy ez egy win-win helyzet legyen. Tehát kivásárlom a szerződéséből, mondd meg, mi az ára, egyezünk meg, akkor azt nem tartom egy unfair dolognak, mert úgy mindenki jól jár, hogyha a játékos menni akar. Ha arról van szó, amit az előbb mondtam, hogy le fog járni egy év múlva majd a játékos szerződés, vagy akár két év múlva, és már most klubok előre gondolkodva próbálják meggyőzni a játékos, hogy meg két év múlva nálam folytasd a karrieredet. Hát ilyen van egyébként, mert egyre hát több... Hát ilyet látunk, hát mert már egyre tudom, második helyzete nem ugyanez, hát már, már lesz. Ugyanez volt. Én nem, igen, na szerintem ez nem tudom, hogy ez ennyire szabályozható. Nehéz ügy, viszont nem nagyon van. Én azért szeretnék egy-két konkrét kérdezhetek, mert nagyon elmentünk az általánosságok felé. Nem, egyébként egyetlen dolog még ebben kapcsolatban, hogy lehet, hogy akkor be kéne vezetni a Mercatót a kézilabdában is, és akkor lenne egy időszak, amíg lehet igazolgatni, meg tárgyalgatni, és egy picit az kihúzná a méregfogát ennek a fajta problémának. Na, nézzük konkrétumot, mert te említetted, hogy tényleg milyen rangos tagokból áll az istálótok. Most egy csak pár nevet hagy említsek. Bánhidi Bencét, Amanden Lenót, Anna Gross talán ugye a legértékesebb játékosok egyike most a női piacon, vagy Anna Vyahirjeva is a ti játékosotok. Akkor nála magyar játékosokról megbeszéltük, nem fogunk konkrétumokat kérdezni, de Vyahirjeváról nem állom meg, hogy ne kérdezzek. Hogy most akkor vele mi a helyzet? Ugye ő bejelentette, hogy szeretné szüneteltetni a pályafutását. Ilyenkor például most ti tárgyaltok a Rostovval, vagy tárgyaltatok? Hogy áll ez a helyzet? Ez korábbra vezethető vissza. Anna már a tavalyi szezon sem feltétlenül szerette volna végigvinni. Úgy kötöttünk szerződést, hogy lesz egy pauze, amikor ő gyermeket szeretne vállalni. A Covid helyzet miatt, amikor halasztásra került a Final Four, akkor Ambros volt az edző, aki meggyőzte ott a csapattagokat, többek közt Anát is, hogy maradjon és csinálja ezt végig, ezt a szezont, mert meg kellene nyerni a Final Four-t együtt, ha már egyszer együtt kezdtük el. Ugye ez azt hiszem szeptemberben volt, lett volna esedékes. Végül Ambros úgy döntött, hogy távozik. Vagy nem ő döntött, okay. Igen. Most mi a helyzet, Annával? Jó, most az a helyzet, hogy kicsit kiégett, túlfeszítette magát minden szempontból. Láttunk már ilyet más nemzetközileg magasan megítélt játékosnál, iszonyatosan feszített a versenyszezon. Akkor mi a kérdés? Mit fog csinálni? Az a kérdés, hogy mit mondott a Rostov? Mi a helyzet pillanatnyilag? Belementek, hogy szüneteltessen? Ja, belementek, persze. Belementek. Erről hivatalosan nem olvastunk semmit. Belementek. Nem tudtak mit csinálni. Belementek, mert Anna azt mondta, hogy szerződésbe bele volt véve, hogy szülési szabadságra mehet. Csak mindenki úgy tervezte, hogy ez a tavalyi szezon lesz, és idén pedig játszani fog. Ez most egy csavar a történetben, hogy az egyébként 3 éves szerződésnek 3. évében mondja azt, hogy most neki elég volt, és szeretne egy kis pauzét. Most még azért megy a szkander, mert azt szeretné a Rostov, hogyha hosszabbítana. Anna viszont azt mondja, hogy kivár. Nem tudja. Most egy dologra szeretne összpontosítani, mert a gyermekvállalás, és szeretne új motivációt kapni a kézilabda iránt, és amikor majd túl van a családalapításon, akkor térjünk vissza rá.
Úgyhogy most azt gondolom, hogy ezt elfogadta a Rostov, most nyugalomban. Na, az egy, azt meg kell becsülni, nem? Azt nagyon. Nyugalomban ezzel a téren. Jó, Matyi, rengeteget tudnánk még beszélgetni, és szerintem érdemes is lenne egyébként, mert még nagyon sok nyitott kérdés van, de elröppent egy fél órácska ezzel a mostani kis diskurzusunkkal. Még azért annyit megjegyeznék, hogy igen, említettétek, hogy itt leginkább ugye a játékos oldalán álltok, azért az oldalatokon én olvastam Barta Csabának is a referencia nyilatkozatát, hogy igen, de lehet ezt úgy is csinálni, hogy azzal együtt, hogy ők tisztában vannak vele, hogy a játékos érdekeit képviselitek, de azért ezt lehet normálisan, tisztességesen is csinálni. Szerintem ez példaértékű, nem? Tehát, hogy nem csak játékosok, meg edzők fényeznek ott titeket, hanem mondjuk egy klubelnök, és történetesen mondjuk a legjobb teljesítmény nyújtó klubelnöke. Igen, ilyeneket mind nagyon jó hallani és jó olvasni. Teljesen más spektrumról nézi szerintem a Győri Eto elnöke a kézilabda piacot, mint nagyon sok más klub, és nem csak hazai, hanem más nemzetek klubjai. Azt gondolom, hogy a kluboknak is óriási szükségük van a menedzseri létre. Annyira felgyorsult a világ, annyira felgyorsult a piac, annyira sűrű a versenyszezon, sérülések történnek, játékosok döntenek úgy, hogy nem bírják tovább csinálni, kiszállnak, stb. Szünetet kérnek. Ilyenkor az van előnyben, akinél az információ. Az információ az a legnagyobb kincs, és mi gyűjtjük be általában az információt, mert mi, legalábbis a mi cégünk, a teljes piacon jelen van, tehát tudjuk, hogy hol mi történik, és ezt, ha egy tájékozott, vagy egy felkészült klubvezető ezzel megpróbál élni, akkor, és ezt kihasználni, akkor jó viszonyt ápol a menedzserre, mert tudja, hogy a menedzser, az ügynök az tud segíteni nem keveset az adott klubnak. Világos. Hát régen, amikor még nem volt internet, akkor is azt mondták, hogy nem az az okos ember, aki mindent tud, hanem aki tudja, hogy a könyvtárba melyik polcról melyik könyvet levenni. Tehát nagyjából ennyi. Igen. Na, Matyi, köszönöm szépen, hogy beszélgettél velünk. Remélem, hogy még lesz módunk folytatni. És akkor sok sikert a további munkátokhoz. Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszönjük szépen.